mindenképpen úgy gondolom, hogy a tavalyi év után töretlenül szereztük meg azokat a sikereket, gyűjtöttük be, amire számítottunk. Én azt gondolom, hogy ennek a sportágnak az egyik legszebb ünnepsége ilyen tekintetben, hogy ezeket a fiatalokat itt együtt látjuk, és boldognak látjuk. 17-ben ugye az év tisztújító közüléssel indult, illetve a tavasz. Úgy alakultak a bizottságok, és egy új olimpiai ciklust kezdtünk meg. Úgy gondolom, hogy az idei évben olyan eredményeket értünk el, amikkel bebizonyítottuk a Vitorlás Szövetségnek azt, hogy megérdemeljük a támogatást, és hogy komolyan lehet ránk számítani egy 2020-as olimpiai résztvevőként. Nagy öröm számunkra az, hogy aki részt vett Rióban, illetve részt vett a riói kampányon, mind az 5 sportolónk tovább folytatja a versenyzést, és Tokióban szeretnének részt venni az olimpián. Fantasztikus eredmények születtek, többek között Berett Zsombornak a 2. 5. helye világbajnokság, Európa-bajnokságon. Azt gondolom, hogy felnőtt korosztályban soha ilyen eredményeink nem voltak. Érdi Mári 21-es világbajnok lett, a gyapjas fivérek hihetetlen módon fejlődnek a 470-esbe, és most már azt gondolom, hogy reális az, hogy kvalifikáljanak. Tokióra 4. helyezést értek el junior VB-n, Vadnai Benji és Joni szintén fejlődik, és Joni 21-es EBVB-n második lett, Benji pedig 17. helyet ért el splitben a világbajnokságon. Ilyen eredménnyel sem büszkélkedhettünk még sose. Ezek a sportolók 138 millió forint támogatást kapnak az idei évben. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy előrelépés, és nagyon bízom benne, hogy az eszközökkel, amiket megvásároltunk, hatékonyan tudjuk segíteni a felkészüléseket. Újdonság még, hogy 2 új hajóosztály jelent meg Magyarországon, a 29-es és az RS Feva. Mind a 2 hajóból, a GINAP pályázatból szereztünk be eszközöket. Ezt minden évben a legjobb ifjúsági versenyző kapja. Ez egy vándordíj, ezt Martin Zsombor alapította 2006-ban. Nyilván az Optimist Európa-bajnokság, az nagyon jó volt, ez a 8. helyezés. Megállítja a magyar bajnoki cím. Ugye kb. 3 hónapja vitorláztunk együtt, és akkor ez egy elég nagy szó volt, hogy sikerült ezt megnyernünk. Gustav Marcel! Hála Istennek azért elég sokan edzősködünk itt, és egyre többen az utánpótlás korosztályban. Ebben az évben én kaptam a legjobb utánpótlás edzőnek járó Timu emlékdíjat. Gratulálunk a Centinelnél megért munkához, a sok fiatal eredményéhez. Ez a díj annak a Timunak a nevét viseli, aki közülünk is egy bizonyos látásmódjával mindenképp kiemelkedett. Az a fajta szemléletmód és az a tehetség, képesség, amivel ő a gyerekek felé fordult, és ahogy ezeket a gyerekeket, akiket a szülők rábíztak, egy olyan egységes közösségét tudta kovácsolni, ami szerintem még egy nagyobb értéket képez, mint önmagában az, hogy hogyan tanítja meg őket vitorlázni. A hajóosztályok tekintetében ugye jól látható az, hogy Optimistben fantasztikusan nő az indulók létszáma, idén már 160 fölött van a ranglistán a gyerekek száma. A ranglista ifjúsági első helye díjat kaptam. Célként a év elején a ifjúsági 1-3-at céloztam meg, és ennek nagyon örökös sikerült. A Spori mindig is erős volt, és szerintem most is elég erős így a Optimistben. Az edző is nagyon sokat segít, az edzőtársak, hogy tudjak folyamatosan fejlődni, mindenki tud újat mondani, és hogy a szüleim támogatnak. Női ranglista első lettem, és U16 lányok közt is megnyertem. Hát nekem ez nagyon sikeres, mivel tavaly ültem be ebbe a hajóosztályba, és ilyen eredményt nem gondoltam, hogy most elérek. Most lézer 4 hétbe vitorlázok, és remélhetőleg radiálba is be fogok ülni. Ki az edző? Csomai József. Jó edző a Csomai József? Igen, nagyon jó, ő a legjobb.
És nagyon nagy öröm számomra, aki kerekedben utánpótlás edzőként dolgozott, hogy elindult egy Nádas Kupa kezdeményezés Vörösbotond és a kereked klub szervezésében, ami a gyerekeket célozza, és nem elsősorban az élsportot, hanem akik egy picit hátrébb vannak, ők mérhették össze tudásukat, illetve Nárai Rihárd vezényletével az RS Feva és a Lézer Pikó Kupa sorozat is elindult, amelyek át is mentek a Nyugati medencében. Hát most volt egy ranglista díjkiosztó, ott nőiben negyedik lettem, és volt egy ilyen Nádas Kupa sorozat, ahol összetettben megnyertem. Nem gondoltam volna, hogy ilyen jól sikerül, de és nagyon örülök teljesítményeknek. Hát én az országos bajnokságnak, ott 19. lettem összetettben, egyik ranglista versenyen sem szerepeltem ennyire jól, és még nőiben meg is nyertem ott, szóval nagyon jó volt ez a verseny. Idén 161 versenyt rendeztek a tagszervezetek és az MVS összesen, ebből 8 nagy nemzetközi verseny volt. Soha azt gondolom ennyi nemzetközi versenyt még nem szerveztünk, és ilyen sikeresek nem voltunk. És azt gondolom, hogy méltán lehetünk büszkék mind a rendezőgárdára, mind pedig a klubjainkra.